Miután Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy felmondja a rövid hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló szerződést, és Washington új fegyverek fejlesztésébe kezd, amiért Moszkva megsérti az egyezményt, a Kreml közölte, nem hagyja válasz nélkül, ha ez megtörténik. Oroszország nem tartja magát a megállapodáshoz, már évekkel ezelőtt ezt kellett volna tenni. A nukleáris arzenált addig fogjuk felépíteni, amíg mindenki észhez tér. Amikor ez megtörténik, akkor bölcsek leszünk és leállunk. Ez egy bárki számára szóló fenyegetés, köztük Kína és Oroszország számára is, de bárki más számára, aki ilyen játékot akar folytatni. John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó tárgyalásokat folytat Moszkvában az üggyel kapcsolatban. Az orosz biztonsági tanács titkára Nyikolaj Patrusev közölte hétfő este, az egész nemzetközi jogrend számára komoly csapást jelentene, ha az Egyesült Államok felmondaná a szerződést. Hozzátette, Moszkva kész együttműködni Washingtonnal a felmerült problémákkal kapcsolatban. Donald Trump üres retorikája vagy valódi fenyegetés, hogy az Egyesült Államok kilépne az egyezményből, teszi fel a kérdést tudósítónk. Moszkva azt várja, hogy John Bolton tisztázza ezt a kérdést, és a válasz megérkezhet látogatásának második napján. Szakértők szerint a Kremlnek ultimátumot adni értelmetlen.